óta nem volt példa. Idézet vége. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nyilvánvaló, hogy a bevándorló országokban a migránsok befogadásához kapcsolódó, arra vonatkozó jogok ma elsőbséget élveznek az egyes államok külső határainak védelméhez fűződő jogaival szemben. Ezt a tézist mi nem fogadjuk el, mi a külső határ védelmének jogát tesszük az első helyre. Ez azt is jelenti, mármint amit nyugaton látunk, hogy az illegális migránsok emberi jogai előnyt élveznek az európai polgárok akaratával szemben, akik viszont nem akarják őket illegális bevándorlók formájában beengedni. Ez pedig fölveti a demokrácia kérdését. Mivel szemben állunk, az a nyugati országok demokrácia problémája. Olyan elveket követnek, amelyet nyilvánvalóan a társadalom nagy többsége már nem követ, ha valaha követett is, kezdi feladni, sőt, szembe is fordul vele. Mi ezt a demokrácia problémát nem ismerjük, hiszen mi azt a megoldást választottuk, hogy ebben a nagyon nehéz kérdésben bevándorló országgá váljunk-e, nemzeti konzultációk segítségével folyamatosan bevonjuk a politikai vezetés döntésébe azokat az állampolgárokat, akik erről a kérdésről akarnak és hajlandóak véleményt mondani. Ez a probléma persze elvezet bennünket,